lehetőség. Menjünk a börtönbe. Menjünk kukázni, menjünk ide-oda, menjünk keresni munkát, ahova tudunk. Nincs, hol menjünk. A fiatal emberek azt mondják, ha pénzük van, két naponta feljárnak Nagyváradra újabb pénzt szerezni. A most begyűjtött 80 ember közül ez a lány 120 kilométerről érkezett. Én szakmáról. Radon jöttem el csinálni pénzt. Anyám meghalt, apám meghalt. Könnyebb pénzt szerezni? Ha? De most mit csinálja? Munkaszezon hol lehet? Maga szerint. Nem lehetünk lopni. Ma a lopás börtön járt a sírek. Tudja maga nagyon jó, akkor adjanak maguk munkaszezont, és akkor tudjunk dolgozni. A bulaki gyerektartásból, meg a bulaki millióból nem lehet megélni egy hónapra egyszer, és a többi szőr. Már nem egy, ne, hogy mondja magának, gyereknek pellenka kell, a gyereknek... Holmi kell. Kell a gyereknek, holmi kell, a gyereknek olvosán kell. A váradi utcákon tengődő koldusok többségét a hajléktalan szállóba irányították, ám ők visszautasították a beköltözést. A legtöbben ugyanis semmibe veszik az intézmény szabályzatát, az utcán azonban senki sem parancsol nekik. A vidékieket hazatanácsolják. Meggyőzzük őket, hogy ne jöjjenek többé, s a lakhelyük szerinti polgármesteri hivatal feladata, szociális gondjaik enyhítése, hogy segít adjon és munkát találjon nekik. A nagy többsége ritkán a pénzt a koldusoknak. Néha igen. Hát van egy bácsi, aki ott a Pereces mellett áll, és úgy sajnálom azt a elveszettséget, amit látok az arcán. Az agresszívaknak nem annyira, aki utánam jön, vagy belenyúl a táskába, aztának nem. Sok huncut is van köztük, és sajnos... az ember nem biztos, hogy annak ad, aki tényleg rá van szorulva, hanem olyanoknak, aki hát visszaél azzal, hogy a másiknak a jó indulatával. A városlakók felvilágosítása is megkezdődött a forgalmasabb utak villanyrendőreinek közelében, mely a koldusok egyik fő tartózkodási helye volt, tábla figyelmeztet, hogy ne adjanak pénzt a koldusoknak, mert ezekkel az összegekkel nem őket, hanem a koldus maffia virágzását támogatják.